A T2-műzik itt a Samsung Chromebook 2-vel, ami van egy 11-es és 13-as incses méretben. Most a 11-es mutatjuk nektek be, a 13-asra is már csináltunk nektek külön videót. Ennek az a neve, hogy XE503C12 itt Németországban. A C32 lenne a végén a 13-as. Ez azért tetszik nekem, mert ez egy mat 11 incses kijelzővel rendelkezik, egy Exynos processzorral, ugyanúgy van, mint a 2 az benne, meg a 16 giga is, mint a 2-ben ugyanaz, belső tárhelyként, de van microSD is, mint a 2-nek, vagyis majd akár több tárhelyet is tudom belerakni, de ez a nagyon szép kis nagy billentyűzet, ez tetszik igazából nekem nagyon, mert tényleg itt a széléig megy, és rendes méretű, standard méretű a billentyűzet, és ezért tetszik. Relatíve vékony a széle, de a 13-asnak még egy kicsit vékonyabb, és kívülről ez lesz még különlegesség, hogy tényleg ilyen bőr optikája van mind a kettőnek. Itt látjuk, hogy ez az ezüst persze, ez meg a feketénél nagyon szép kis bőr optika, és nem csak a tapintása jó, hanem új lenyomatok, egy sziklát nem látszanak majd ezen, és műanyagból van, vagyis ez így is relatíve könnyű. Van egy kis Chrome logó persze a Samsung logó mellett, és nézzük, hogy milyen kis bemenetünk van. Van egy áram, USB 3, HDMI és microSD ezen az oldalon. Az elején persze nem lesz semmi. A máskor találom még egy USB-t és még egy 3,5 mm felható ki is bemenetet, hogy tudjunk majd filmeket is kényelmesen nézni. Ha megnézzük az alját, látjuk, hogy sima csavarok vannak, vagyis akár könnyen le is tudjuk majd szedni, és talán a 16 gigát ki is cserélni valami prémiumabbra, de nem feltétlenül vagy benne biztos, hogy tényleg így cserélhető lesz. Itt van a kettő hangszórója az elején, és az ennyi az 503C-nek a bemutatója. Itt tőlünk a Cebit 2014-ről, köszönben néztetek, nevem Gál Balázs, ez volt a Tech 2, az új Samsung Chromebook 2 XE503C12 notebookkal, mat kijelzővel, Chrome OS-el installálva, és emeljétek egy jó kis árral majd Európában, akár Magyarországon is. Köszönben néztetek, és ne felejtsetek minket abonálni.